Azt mondtam, hogy Arankával kalandos volt az esküvő. Mert hogy belecsúszott egy kis baki. Hát igen, tehát ez konkrétan az a kis baki az ott, hogy én segrészegen mentem haza. Elmentünk a fiúkkal ugye megünnepelni azt, hogy hát én másnap megnyúsulom. Tehát ez az esküvő előtti este picikét. Igen, és akkor mondtuk, hogy jó, hát mégis menjünk el, kajáljunk egyet így közösen, lehet, hogy már több ilyen alkalom nem lesz, fiúk, hogy így elmenni, mert ki tudja az asszony, nem enged, vagy mit tudom. És hát belecsúsztunk egy olyanba, hogy akkor egy pohárból, na jó, egyet csak. Meg még egy kárnyi. Meg még egy. Ígyunk viszkit. Jó. Nem akar elindulni. Jó, igen. És akkor ugye 8-kor hazakapottál. Hazatévedtem, és délután 2-kor ugye a tanácsba. Alig vártam, hogy a pezsgőt megihassam. Másnaposan tudom. Menj már. Hát persze. És mondj, hogy akarja-e az itt megjelent, akarom, adja már pezsgőt. Majd, hogy nem így sikerül. Szétrobban a fejem, nem tudom, melyik válasz a jó, hogy a pezsgőhöz jussak. Tehát, hogy ha nemet mondok, akkor is jár-e a pezsgő. Nem, hogy hihetetlen állat. De hogy itt még nem álltál meg, mert nem te lennél, ha megállnál. Ha jól hallottam, egy női videóst fogadtatok fel az esküvőre, igaz? Igen. Aki nő, egy nő volt, egy kamerázta, igaz? Igen. És ő, mivel picikét beleszeretett a testvéredbe, úgy finoman, ezért ő gyakorlatilag a komplet esküvőről lemaradt, és a tesódat vette közre. Tehát, hogy... De így. Tehát ilyen, ezzel. Tehát ezzel. Ott éppen mondtad ki az igent, meg a tesódról egy szemközeli. Tehát a felvételen ott van, hogy igen, de senki nem látszik, csak az öcsém. És ekközben áll a tesód, és... Ja, véletlen akkor látszódunk, mert ő volt a tanúm. Tehát akkor láttuk, amikor ő oda ment a helyettem, tehát alá kellett írni, és akkor, amikor így ment, én vissza is, megint vissza az öcsém. Ennyi van a... Tehát bizonyos vágóképeken rajta vagytok ti is. Bár én örültem, hogy nem vagyok rajta, mert a fej az gyilkos volt. Tehát, jobb így a hang.